mossák a különböző tároló edényeket a dolgozók a szekszárdi Ivánvölgyben található fekete borpincénél. Készülnek a nagy napra, itt ugyanis csütörtökre tervezik a szüret megkezdését, akkor a Néró fajtájú szőlőt szedik le. Fekete Mihály 60-70 mázsára számít, amiből rozét készít majd. Azért nem korábban szedték le a szőlőt, mert a szeles, hűvös idő miatt kicsit a szokásosnál később érett meg a gyümölcs, mondja a szakember. Ennyit késett, körülbelül 15 napot, hát mondjuk biztosra mentünk, hogy teljesen beérett legyen, tehát a rozénak is azért kell egy bizonyos érettsége a szőlőnek. Most nem volt semmi, ami ennyire úgy sietette volna, hogy valahova el kell készülni, mert eddig a szüreti fesztivál volt egy ilyen céldátum. Később kezdődnek el a szüreti munkálatok, ezt mondja Mészáros Pál borász is. Hagyományosan mindig szüreti napokra van új irsai olivérünk. Most a rozé az nem biztos, hogy elkészül, mert azért egy hét késés vagy két hét késésben is van a szőlő az előző évjáratokhoz képest. A borászok átlagos, közepes évjáratot várnak 2021-ben. Minden attól függ, mondják, hogy száraz, meleg, avagy hűvös, csapadékos időjárás lesz-e ősszel. A szakemberek azt mondják, idén kevesebb bor készülhet a tavainál, mert a tavaszi hűvös idő a szőlő virágzását sem segítette. Emiatt ritkábbak a fürtök. A rothadásra hajlamos fajtáknál ez azonban inkább előny, így még az is elképzelhető szerintük, hogy a tavainál jobb minőségű bor készül. A szekszárdi borvidéken mintegy 6000 hektáron termesztenek borszőlőt, ebből 4000 hektár első osztályúnak számít.